A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Stúdiónk vendége Székesfehérvár polgármestere Cser Palkovics András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a televízió kedves nézőit, és előre is várom, és köszönöm a Fehérvárt érintő kérdéseket. Ugye nem is olyan régen beszélgethettünk itt az alakuló ülést követően. Hogy látja, megindult már a munka? Megindult a munka, szerencsére gyors és zökkenőmentes volt a úgynevezett átmenet, még kicsit speciális volt a mostani helyzet, hiszen június 9-én került sor az önkormányzati választásokra, ehhez képest az alakuló közgyűlés pedig csak október elején, október 4-én pénteken tartottuk meg, tehát október 1-ig az előző testület végezte a munkáját, október 1-től már az új. Szerencsére az alakulülés azt gondolom, hogy szép volt, ünnepélyes volt, minden személyi kérdésben döntést tudtunk hozni, egyhangú döntések születtek, az SMS ilyenkor kötelező módosításait szintén meg tudtuk szavazni, és minden olyan alapdöntést, ami a törvény szerint is a közgyűlés munkájának megkezdéséhez szükséges, a város testülete meghozta. Itt szeretnék köszönetet mondani valamennyi képviselőtársamnak, pártállástól függetlenül, hiszen a döntések előkészítésében is mindenki partner volt, és a döntéseket pedig közösen hoztuk meg. Szóval ez nagyon szép és megint példaértékű dolog, ha valaki megnézi a nagyvárosokat, akár a fővárosi közgyűlés alakulülését, akár nagyvárosokban lezajló alakuló közgyűlés egyikét, másikát, hát azt látja, hogy egyáltalán nem ez az általános, hiszen még a törvényi kötelező elemeket sem tudták napirendre tűzni és elfogadni, ami nyilvánvalóan nem válik a működés tekintetében előnyévé az adott településnek, de szerencsére nálunk mindenki politikai önmérségletet tanúsított, konszenzusra törekedett, és ezt a konszenzust meg tudtuk teremteni. Én annak is örülök, egy kicsit itt már nem csak magyar településeknek és a magyar közpolitikának, hanem bizony az európai politikának is tudtunk üzenni, hogy a döntések nyomán az ellenzék is hozzájutott azokhoz a bizottsági tanácsnoki feladatkörökhöz, amelyek nem önmagában is státuszt jelentenek, hanem az ellenőrző tevékenység elvégzéséhez alapvetően szükségesek. Tehát abszolút a demokrácia és a jogállamiság érvényesült, ennek keretében pedig ugye lejjebb vittük az SMS-be a frakcióalakítás szabályait is, tehát így már nem három, hanem kettő fő is alakíthatott a frakciót. Ennek azért volt értem, és azért volt erre szükség, hogy ne önmagában csak a Fidesznek legyen frakciója, hanem így két ellenzéki frakció is el tudta kezdeni a munkáját. Szerintem ez megint a helyi demokráciát tudja erősíteni, és itt szeretnék azzal a fajta kis felhívással is élni, hogy tudjuk, hogy vannak olyan politikai szervezetek, amelyek nem indultak el ezen a választásokon, de van mögöttük jelentős társadalmi támogatottság, hogyha ők jelentkeznek nálunk, hogy valamilyen módon szeretnének tájékoztatást kapni a város ügyeiről, akkor én magam állok rendelkezésre, amely pártok ezt megtették, ott ez a fajta kapcsolatfelvétel meg fog történni, de van még nagyon politikai szervezet, komoly társadalmi támogatottsággal, amelyik nem indult el az önkormányzati választásokon, tudjuk, hogy valamilyen helyi közösség már alakul és próbálják képviselni az értékeiket, hogy én állok rendelkezésre, hogy egyrészt megismerjem őket, másrészt megnézzük, hogy vannak-e olyan akár hosszú távú stratégiai elképzelései a városnak, amiben tudunk egyeztetni, együtt tudunk gondolkodni, hiszen ezen az alakuló közgyűlésen elfogadtunk egy közös nyilatkozatot, megint csak azt mondom, mind a 21-en politikai pártállástól függetlenül, ami a 2038-as várhatóan Szent István emlékévé minősített ünnepi esztendőre való felkészülés munkáját kezdi meg, és nagyon jó lenne, hogyha ebben egyfajta helyi közmegegyezést tudnánk kialakítani, hiszen egy ciklusokon keresztül egy közös munkára lenne szükség. Nem tudjuk, hogy 2038-ban milyen lesz a magyar politikai élet, milyen lesz a testület összetétele, ki lesz a polgármester, azt viszont tudjuk, hogy szeretnénk méltón felkészíteni Székesfehérvárt erre az ünnepi esztendőre. Amióta beszélgettünk, azóta volt egy nagyon több fontos esemény is történt itt a városban. Elsőként, hogy bejelentették a multicsarnoknak a névadó szponzorát.
Igen, egy nyílt nyilvános pályázat keretében találtuk meg ezt a névadó szponzort. Ugye ez azért nagyon fontos, hiszen ez az aréna a üzemeltetési költségeit tekintve nyilván egy drágán üzemeltethető létesítmény. Ezért nagyon fontosak, hogy bevételek is szülessenek az arénával kapcsolatban, és szerencsére volt érdeklődés, ráadásul nem csak hazai, hanem nemzetközi érdeklődés is, hiszen aztán végül több érdeklődőt követően két érvényes pályázat is érkezett. Mind a kettő Magyarországon jelenlévő, de részben nemzetközi tulajdonban lévő Németországhoz, Svájchoz kapcsolódó nemzetközi egyébként energetikában szerepet játszó vállalatcsoport, akik láttak fantáziát az Alba Arénába. Végül is ezek közül összeajánlat tekintetében a MET bizonyult a legjobbnak, és ez az a cég, amelyik a következő 3 évben névadó szponzora lesz az arénára. 550 millió forintot fog fizetni ezért a városnak, ennek 70%-át az aréna üzemeltetésére fogjuk költeni, 30%-át pedig átadjuk a Jégkorong klubnak. Én bízom benne, hogy ez egy jó együttműködésnek az első lépcsőfoka, és abban is bízok, hogy hosszú távon is az aréna e tekintetben is egy piacképes, versenyképes közösségi tér lesz, láthatólag egy olyan tér, ami kellően modern, szép, 21. századi ahhoz, hogy országon innen és országon túl is felfigyeljenek rá, és az a Jégkorong csapat, amelyik ebben pedig működik, az pedig, viszont a Bajnokok Ligája szereplés is ezt jól mutatta, egy meghatározó Jégkorong klub már Európában. Nyilván ebben majd a támogatás is még plusz előnyt jelent, de gondolom az üzemeltetés vonatkozásában is jelentős ez az összeg már. Jelentős ez az összeg, és jelentős az a lehetőség is, ami ennek az együttműködésnek a keretében megjelenik, hiszen a jövőben számos alkalommal lesz majd energiabeszerzés, és bízunk benne, hogy akár ezek a vállalatok, akár más vállalatok is erős versenyt fognak tudni biztosítani, és ezáltal lehető legjobb árat tudjuk mindig elérni, hiszen az egyik gyakorlatilag a legnagyobb költsége az Alba Aréna működtetésének az nyilván a villamos áram. Nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen áron tudjuk beszerezni. Másrészt az is fontos, hogy egy ilyen arénát nem egy-két évre építünk, hanem sok-sok évtizedre, és folyamatosan szeretnénk elérni azt, hogy üzemeltetésben is tudjunk fejlődni, hiszen ez egy nagyon nagy létesítmény, meg kell tudni, másrészt tartalomban is, tehát egyre többféle sport, kulturális, közösségi programot tudjunk megszervezni, ezeknek helyet adni, és harmadrészt pedig a bevételeket tudjuk növelni. Ez a támogatók, szponzorok is szükségesek, és szükséges az is természetesen, hogy a maga az emberek, az magyar embereknél lévő jövedelem, az megfelelő módon növekedni, emelkedni tudjon, hiszen hogyha egyébként mondjuk osztrák jegyárakkal tudnánk számolni, amikor sportrendezvényt vagy koncertet szervezünk, akkor gyakorlatilag az aréna önfenntartó tudna lenni. De azért nyilván nem azzal az, nem tudunk. Mert nem tudunk még elkérni olyan jegyárat, bérletárat, mint adott esetben Nyugat-Európába. De bízunk benne, hogy a bérek folyamatosan zárkoznak föl, és ezáltal lesz a családoknál forrás ahhoz, hogy koncertekre, sporteseményekre járjanak, vagy adott esetben ezért többet tudjanak fizetni, mert ezzel majd lehet csökkenteni az önkormányzati hozzájárulás mértékét, hozzátéve, hogy sok egyéb bevételünk is van, akár rendezvényekből, akár a VIP szolgáltatás értékesítéséből, hiszen önmagában több mint 200 millió forintos bevétel érkezett a városhoz éves szinten, a büfékből van egy szép bevétel a Városgondnokságon keresztül, tehát szépen alakul ez, de itt minden forintot meg kell nézni, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Aztán, hogyha már egy kicsit a gazdasággal foglalkoztunk, ugye az iparűzési adó vonatkozásában jelenleg hogy látja, mire lehet számítani? Ez egy abszolút aktuális kérdés, és látszik, hogy polgármester kollégákat is lázban tartja, kormányzati szereplőket, sőt ellenzéki politikai szereplőket is, akár az országos szinten, akár helyi szinteken, és ez teljesen természetes, hiszen tudni kell, hogy az önkormányzati finanszírozásban egy megyejogú város esetén az állami normatív támogatás mellett a legnagyobb bevételi forrásunk az a helyi iparból, a helyi gazdaságból, a helyi iparüzési adóbevételből származik. Ez ebben az esztendőben 26,8 milliárd forint volt a költségvetés elfogadásakor, erre terveztünk. Azt gondolom, hogy meg fogjuk közelíteni a 28 milliárd forintot az év végére, hiszen szerencsére, bár vannak nehézségek, elsősorban az autóipar és a nyugat-európai német autóipar nehézségei okán, de növekedés lesz az idei esztendőben, ebből pedig az következik, hogy nő a iparüzési adóbevételünk is. Nagyon nem mindegy tehát,
hogy a következő években mi fog ezzel történni. Ugye a bejelentésnek van szerintem egy olyan része, amit én kritikusan szemlélek, mert nem biztos, hogy Fehérvárnak előnyös, és van olyan része, ami viszont szerintem végre egy abszolút előremutató új kezdeményezés. Kezdjük az elejével, ugye most arról van szó, hogy valamilyen összegben valószínűleg a 2024-es adómértékhez képest befagyasztásra kerül a bevétel, és az e fölötti bizonyos részt az államnak be kéne fizetnünk. Azon szolidaritási hozzájárulás mellett, amit most már hosszú évek óta fizetünk, és bizony az idei évben is jelentős összeg, hogyha 26,8 milliárdhoz nézzük, akkor abból még kicsivel több, mint 8 milliárd forintot kell, hogy befizessünk a költségvetésbe, amit más települések kapnak meg. Tehát ha ez egy újabb elvonás, annak semmiképpen nem örülhetünk, és szerintem az nem is lenne előnyös. Viszont van ennek egy másik eleme, hogy ez az összeg, és úgy néz ki, hogy nem részben, hanem teljes egészében, és ez nagyon fontos, visszakerülne egy járási szintű, később adott esetben várostérséget, agglomerációt szolgáló fejlesztési alapba, aminek Fehérvár is részese lenne, sőt valószínűleg a fehérvári járás központjaként a polgármesternek is lenne egy koordináló szerepe ebben a tevékenységben, azokkal a települési polgármesterekkel együtt, akik a környezetünkben élnek, és ahol nyilván nagyon erős ez az egymásra utaltság az ott élők és a fehérvári szolgáltatások, munkahelyek között. Tehát én azt valóban szolidárisnak tartanám, hogyha bizonyos bevételekből ők is tudnának részesülni. De az én elképzelésem, és ez lenne egy jó kombináció, hogy alapvetően ne egy plusz bevétel elvonásával, tehát egy plusz elvonással, hanem a szolidaritási hozzájárulás egy részének ebbe az alapba történő befizetésével működhetne a következő években ez az alap. Szerintem ez egy jó kompromisszum lehetne. Dolgozunk folyamatosan, egyeztetünk, remélem, hogy valamilyen megállapodás létrejön, akár 2025-re vonatkozóan, de legalábbis látnánk előre jövőképét ennek az új logikának. Még egyszer, én az, hogy várostérségben tudjunk végre gondolkodni, abban nagyon-nagyon egyetértek. Gondoljuk bele, a színház, a kórház, a múzeum, a szociális területek, az egészségügy, a kereskedelem, óvodák, a fejlesztések, a közösségi közlekedés, az óvodától az iskoláig, ez mind-mind olyan terület, amit egyszerre használnak fehérváriak, és egyszerre használnak olyanok, akik a környék településein élnek. Ha mondjuk a helyi közösségi közlekedés fejlesztésére, működtetésére lehetne forrás biztosítani ebből az alapból, akkor az jó a fehérvárinak, és jó a környék településein élőknek egyaránt. Tehát én ezért mondom azt, hogy ebben a mostani bejelentésben én látok egy az önkormányzatiság szempontjából pozitív előrelépést, bízom benne, hogy ez lesz a végén a hangsúlyosabb, és ha pedig van valamilyen elvonás, akkor esetleg érdemes lenne átgondolni, hogy mondjuk a növekmény után viszont ne kelljen szolidaritási hozzájárulást fizetnünk. Tehát ezek az egyeztetésekkel most napirenden lévő kérdések, bízom benne, hogy napokon belül ezt le tudjuk zárni a kormányzattal, utána kormány erről tájékoztatni tudja a nyilvánosságot, és ezt követően természetesen én is ennek a Székesfehérvárra gyakorolt hatását ismertetni fogom. Van még számos fontos témánk, de ennek a műsornak az egyik hagyományos eleme, hogy a székesfehérváriak kérdezhetnek öntől. Két blokkal készült Rába Henrietta a kolléganőm. Tekintsük meg az első összeállítást, hogy mire kíváncsiak az itt élők. Amivel én járok, mint idős nyugdíjas, az úgy ahhoz igazítom, úgyhogy nekem nincs vele gondom. Gondolom azoknak van inkább, akik dolgoznak, dolgozóknak, hogy változott, merre megy. Én is meglepődtem az útvonalon, mikor egyszer mentem a Nagy Tescóba, de hát ez van. Biztos mások meg annak örülnek, hogy arra megy. A vasútállomásról nincsen busz arra felénk. Van erre mi lakunk? Palotai út. Tulajdonképpen a 37-es az ugyan változott, de ugyanaz maradt a menetrend, tehát óránként van, és hétvégeként nem lehet elérni. A 36-osnál meg 6 órakor elmegy, és utána 20 óra 40-kor van a következő. És nehéz a vasútállomásról hazajutni. A közlekedéssel vannak problémáim. Ez az új busz közlekedés semmivel sem jobb, mint a régi. Ezzel kapcsolatosan lennének kérdéseim, hogy bizonyos város részekben miért egy és azon időpontban indulnak el a buszok reggel, amikor az ember az utolsó pillanatban is
sokszor az utolsó pillanatban indul el, és ebből kifolyólag. Tehát az, hogy ha ezt nem érem el, akkor utána nincs következő, csak egy fél óra. Pontos járatok? Hát ezek a 17-es, a 14-es, a 20-as, a 37-es, a 16-os, ami a Ráczhegyet ellátná. Azt gondolom, hogy nem meglepő módon a közlekedés, a tömegközlekedés, amiről az imént is érintőlegesen beszéltünk, az egy központi téma nyilván az itt élőknek. És azt gondolom, hogy ez abszolút érthető. Itt szerintem fontos egy pillanatra visszugorni az időbe. Ugye volt egyszer egy nagy hálózat módosítási és bővítési bejelentés, és aztán ezt be is vezettük. Akkor sokan azt kérték tőlünk, hogy ezt vonjuk vissza, és ütemezetten történjen ennek a bevezetése, mi ezt akkor elfogadtuk. És azt jeleztük, hogy több ütemben fogjuk ezt végrehajtani. Ugye az első ütem is ezért nem ugyanazok a kérdések, hiszen az első ütem már bevezetésre került az elmúlt hónapokban. A visszajelzések kifejezetten pozitívak azon járatok esetében, amelyeket ez érint. És az is látszik, hogy jelentős utazószám és utasközönség bővülés, növekedés történik azokon a hálózati részeken, ahol már ez a módosítás megtörtént. Magyarul jóval többen használják a közösségi közlekedést, mint az azt megelőző hálózati elemeket. A második ütem tekintetében indítottuk most el egy konzultációt, ugye ez az, amit megjelentettünk a város honlapján. Kértük és köszönöm szépen, hogy a helyi nyilvánosság több elemében ez megjelent, és itt várjuk az ezzel kapcsolatos konkrét észrevételeket. Tehát az a kérésem a kérdezőktől, hogy ha olyan járatokkal kapcsolatban merül föl bennük kritika, probléma, felvetés, kérdés, amiket ez az ütem magába foglal, akkor ezt küldjék el minél hamarabb számunkra, hogy a tervezőkkel ezt meg tudjuk vizsgáltatni, hiszen utána tudjuk a volánnal közösen véglegezni, és valamikor a jövő évben ezt bevezetni. De ezt követi majd egy harmadik ütem, és a harmadik ütem pont részben olyan városrészeknek ad majd egy jobb közösségi közlekedést, magyar egy jobb szolgáltatást, aki most a kérdésfeltevés mögött is megjelentek. Például az Öreghegy déli részét fogja a vasútállomással, kórházrendelőintézet kapcsolattal jobban kiszolgálni, de ennek a harmadik ütemnek a tervezése még zajlik. De ugyanúgy azt tudom ígérni, hogy nem bevezetjük, hanem előtte lesz egy társadalmiasítása ennek, ugyanúgy vitára fogjuk bocsátani, és ugyanúgy várjuk majd az észrevételeket. Mindig hozzá kell azonban tenni, hogy ez egy nagyon drága szolgáltatás. Tehát ma a legdrágább szolgáltatásunk a városban az a közösségi közlekedés. Ezekkel a módosításokkal együtt meg fogjuk közelíteni a 3 milliárd forintot, amit az önkormányzatnak kell a költségvetésből biztosítani. Ez évente így van. Igen, tehát, és fontos, hogy ezt nyilván azoknak a forrásaiból is, akik egyébként nem használják a közösségi közlekedést. Miért fontos ez? Mert a közlekedési problémák, nehézségek oldásában az egyik kulcs kérdés, hogy tudjuk-e a közösségi közlekedést fejleszteni. Láthatólag, ahol fejleszteni tudjuk, ott az utazóközönség is ezt elfogadja, és ha ők autóbuszra szállnak, akkor értelemszerűen nem autóval közlekednek, tehát egyébként is segítenek a mindennapok közlekedésében. De még egyszer azt kérem, hogy a most nyilvánosságra hozott második ütemet mindenki véleményezze, és ezeket a véleményeket nyugodtan ossza meg velem, higgyék el, hogy minden ilyen vélemény eljut a tervezőkig, eljut a volánig, és ezeket közösen tudjuk megvizsgálni, és utána tudjuk a menetrend következő módosítását, bővítését, azt egyébként bevezetni. De azért azt is hozzá kell tennem, hogy sajnos olyan buszjáratról is tudunk, ami mondjuk a hajnali órában megy, és egy utast visz el minden reggel A helyről a B helyre. Ez ugye egy olyan szolgáltatás, ami így nagyon-nagyon nehezen fenntartható. Tehát utas számlálásoknak is meg kellett történnie, és ezek megtörténtek. Tehát az összes hálózati bővítés, módosítás, az konkrét adatokon alapul. De gondolom, hogy a diákbérlet akció az még mindig népszerű. Népszerű, és természetesen marad is, és úgy látjuk, hogy nem lesz ennek akadálya a következő esztendőben sem, hogy a helyi gazdaság megtermeli ennek az alapjait, és szerencsére a fiatalok pedig igénybe veszik. Ugye mi annak idején azt kértük a fiataloktól is, a diáktanácstól is, a diákönkormányzatoktól is, hogy akkor tudjuk ezt tartossá tenni, hogyha ők ezzel tényleg lehetőség élnek. És szerencsére élnek, hiszen a akkori 4500-as eladott diákbérletszámból most 12000 körül adunk el egy hónapba, azért egy szép növekedés. És amikor múltkor pont a diáktanács tagjaival találkoztuk, és megkérdeztük, hogy
kinek van ilyen diákbérlete, gyakorlatilag mindenki föltette a kezét. Akkor azt kérdeztük, hogy ki az, aki minden héten többször használja az autóbuszt és a diákbérletet, erre is nagyon sokan feltették a kezüket, és értelemszerűen, amikor ők autóbuszra ülnek, akkor az anyuka vagy apuka az mondjuk legalább az iskolába menete, vagy a külön óra, vagy az onnan való hazautat megspórolja. Ez jó a családnak, de nyilván jó a közlekedés szempontjából is, és környezetvédelmi célokat is szolgálunk ezzel. Meg talán az is, hogy online is mindezt el lehet intézni, legalábbis én a saját fiamnál azt látom, hogy ő ezt már igen, ilyen sőt, praktikusan online olcsó, intézi, és olcsó, online igen. 280 forintért hozzá lehet jutni ehhez a diák bérlethez. Azt gondolom, hogy ez tényleg ma már egy szimbolikus költség, és ezzel havi szinten szabadon tudja használni a fehérvári közösségi közlekedést, ami még egyszer hálózatát és menetrendet tekintve is folyamatosan bővül. Aztán, hogyha már a diákoknál tartunk, akkor éppen a minap volt a Tópartiban egy új tárlat megnyitó, ami hagyományosnak számít az intézmény életében, de ugye tavaly ez másik helyszínen volt, hiszen megújították az iskolát, akkor ez azt jelenti, hogy elkészült már minden a Tópartiban? Igen, elkészült a Tópartiban, most már ugye október közepét írjuk, de a tanévnyitó ünnepséget az év elején ott tartottuk, ott tudtuk gyakorlatilag a megújult teljes egészében kívülről belülről felújított Tópartit átadni, és ezért aztán ez a kiállítás is, ami gyönyörű hagyománya a Tópartinak, utalva arra, hogy a Tópart egy művészeti oktatást is magas szinten végző gimnázium. Ez a kiállítás szép hagyomány. Tavaly ugye a Városházán tartottuk, pont azért, mert a Tópartit felújítottuk, de örülök annak, hogy ismét visszatérhetett a Tópartiba. Hozzátéve, hogy a Tópart is diákokat, vagy egykori diákokat, ma már művészeket, akármilyen kiállítás tekintetében nagy szeretettel várjuk a jövőben is, akár a Városházára, akár pedig egyébként a múzeumunk különböző kiállítótereibe. Az jelenti egyébként, hogy az oktatási intézményeket érintő felújítási program is folytatódik a városban. Jelenti, és szerintem ennek elég látható jelei vannak a város különböző pontjain. Körbenéznek a fehérváriak, hiszen a Tóparti elkészül, Kodolányi János gimnázium felújítása zajlik, ugye ezzel kapcsolatban az Ibli épületét megmentettük, és ez is oktatási célokat fog a jövőben szolgálni, és ez már elég előre haladott a felújítás vonatkozásában, de elkezdődött a Vasvári felújítása, és a Vasvárival szemközti ideiglenes korábbi parkoló terület helyén pedig már a munkagépek dolgoznak, és elkezdték az új vasvári épületet is építeni. Emellett ugye a hétvezériskolában most zajlik, és fejeződött be gyakorlatilag a fejlesztés, és sorolhatnánk még az iskolákat. És a Modern Városok program keretében teljes egészében kormányzati finanszírozásból megvalósuló programból még várhatóan maradt forrás, és pont most indulunk majd engedélyeztetni a kormány és a szakminisztériumok irányába azt, hogy a megmaradó forrást pedig hadd csoportosítsuk át további fehérvári iskolák felújítására. Ebben lesz érintetlen várhatóan gimnázium, és lesz több általános iskola is. Aztán, hogyha már a felújításoknál tartunk, éppen a minap futottam bele, hogy a Szent György Kórházban már nagyon jól alakul az új épülettömnek a belső munkálata is. Én is most több helyen láttam videót, fényképeket is megjelenni, és hát látszik, hogy tényleg az épület teljes egészében elkészült a belső eszközökkel való feltöltése, berendezése zajlik, illetve az használatba vételi engedélyeztetési folyamat, hogy ezt a kórház és az állam folytatja le, de bízom benne, hogy hamarosan ezek az engedélyek már megérkeznek, és ezt követően a kórház már az egészségügyi tevékenység érdekében birtokba is veheti a kórház új épületét. Ez abszolút modern, 21. századi létesítmény, és egy újabb ilyen bővítés van. Még előttünk egy nagyon nagy feladat, ez a légtechnikának a cseréje, ezen Varga Tamással közösen dolgozunk, bízom benne, hogy a forrás rendelkezésre fog állni. Itt egyébként a város is felajánlott egy hozzájárulást abban az esetben, hogyha ezzel meg tudjuk gyorsítani a kormányzati döntéseket, és hát ugye tudjuk, hogy még az ápolási osztály és épülettel kapcsolatban szeretnénk a kórházzal közösen valamilyen fejlesztési koncepcióban megállapodni, és a következő években bízom benne, hogy ezt is meg tudjuk majd valósítani. De az biztos, hogy a Szent György Kórház ismét egy nagyon jelentőset lép előre. Ugye pár évvel ezelőtt átadhattunk már egy új modern tömböt, most pedig ezt szerencsére tovább tudjuk bővíteni. Menjünk tovább a fehérváriak kérdéseivel, aztán még lesznek fontos események, amik az elmúlt napokban történtek.
pont ma reggel hívtam fel például a városgondnokságot, hogy itt égett az összes lámpa fölfele. Tehát ilyen apróságok állandóan vannak, és én azt gondolom, hogy jó polgárként én ezeket jelzem, és néha még ki is kapok érte. Jó lenne, ha több rugalmasság lenne, nem tudom, a városgondnokságban azt tekintetben, hogyha valamit jelzünk, azt nem azért mondjuk, mert buzerálni akarjuk őket, hanem hogy mert valamit észleltünk. Tehát például egy ágy van a valamelyik utcában, valamelyik ház előtt, akkor az, amit kell tenni. Például ilyen apróságok, ezeket nagyon. Hát, hogy itt ezzel a fénycsíkkal mi lesz, az is nagyon jó lenne tudni, ha csak ilyen apróságokról beszélünk. De én alapvetően az irányjal úgy meg vagyok elégedve. Nyilván a forgalmi kérdéseken, parkolási kérdéseken soha nincs elég, és mindig lehetne javítani rajta. Legutóbb a munkácsi kiállítást néztük meg, és nagyon tetszett. Most ezt nézem, ezt a programot, azt néztem, hogy ez ingyenes, de igen. Úgyhogy lehet, hogy el fogunk jönni a férjemmel délután. Elnézést, kicsit reket vagyok. És amúgy így a városra kapcsolatban valami probléma? Nincsen semmi, szerintem minden rendben van. Ahhoz képest, hogy fideszes, szóval én nem akarok politizálni, de szerintem minden oké. Jó, hát lehetne mondjuk ott a romkertnél az utat megcsinálni, meg ilyesmik, de hát majd csak lesz rá pénz. Reménykedjünk. Többet találkozom vele, mivel a nyugdíjasok klubunkban nagyon sokat ki szokott jönni, de azért megkérdezem tőle, mint akkor is, hogy a hajléktalanokkal valamit kezdhetne. És tudom, hogy sajnálom őket, és azt is tudom, hogy nagyon nehéz ezt megoldani, de azért nagyon kellemetlen, hogy nap mint nap az ember megy a városba, nem mer egy padra leülni, mert nem tudni, hogy azon mi történt. Meg hát látványnak is rossz. Nem azért, mert ez most nyilván zavarja az ember, de sajnáljuk őket. De valahogy nem igaz, hogy ezt a párat, mert szerintem nem olyan nagyon sok ez, hogy ezt a pár embert nem lehetne megoldani. Fiam futás közben a Halászba találkozott egy rókával, ami a Budai úton egészen a Nyitrai úton követte végig. Ez most pár napja történt, és igazából azt hiszem, hogy a hétvégén, mert pont nem is tudtuk, hogy hova érdemes telefonálni, de feltételezem, hogy akkor ez egy probléma lehet, ugye a veszett rókáról van szó, akkor kisgyerekek, kutya sétáltatók vannak a halászba. Nekem ez az egy hirtelen felmerült problémám lenne, hogy ezt kinek kell ilyenkor például bejelenteni. Nem tudom, hogy állnak a szegényekkel, meg egyáltalán, mert azt hiszem, hogy az egy égető probléma mindenhol, nem. Fűtés jön, minden egyebek, úgyhogy azt szerintem azokkal, az emberekkel nagyon kell, mert ez nagyon szép itt, ez a kirakati rész, de hát nem tudom, hogy élnek, meg hogy élnek. Akkor érdemes is megpróbálni végigmenni, remélem, hogy mindenre emlékezni fogok. Ugye a Városgondnokságnak van egy hiba bejelentője, több módon is ezt meg lehet tenni, akár e-mailben, illetve van egy városi applikáció, amit kérem, hogy aki teheti, és főleg megköszönve azoknak az embereknek, akik szívesen jeleznek olyat, ha problémával találkoznak, az applikáción keresztül ez még egyszerűbb, sőt, ott visszajelzést is fog kapni mondjuk a Városgondnokságtól, hogy egy probléma kezelése az hogy történt, és amikor megoldásra került az adott felvetés, kérdés, probléma, akkor is megérkezik a visszajelzés. Szerintem az fontos, hiszen láthatólag a hölgynek is volt a tekintetben érdeklődése, érdemes tehát ezt a Székesfehérvár appot letölteni. Én minden esetben, és itt is szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen problémát, nehézséget talál, észlel és azt jelzik, ez csak segíteni tudja a mi munkánkat. Amit mindenképpen fontos elmondanunk, ugye az INDA kérdés. Ugye ennek a tervezés, ezt ki szeretnénk cserélni, tehát sajnos bármilyen műszaki megoldással próbálkoztunk, minden ugyanazok a problémák előkerültek, hogy a fénycsík onnan el fog tűnni. Maga ez az INDA motivum nem, hanem egy nagyon szép erre tervezett kűvel lesz kirakva ez a motivum végig a belvároson. Ezt lehet is látni már valahol ilyen kísérleti jelleggel. Már egy-két helyen ez meg is jelent, és az alapján kerül ez megrendelésre, gyártásra, és lesz benne terveink szerint, ezt nézzük még, hogy kijön-e egy nagyon szép történelmi hagyományainknak megfelelő értékeket magába foglaló szöveg, ami gyakorlatilag végig kísérné a belvárost, bízom benne, hogy ez tetszeni fog. A forrás egyébként rendelkezésre áll, tehát pénzügyi akadály ennek nincsen. Ahogy el tudunk indulni, ezt meg fogjuk tenni. Lehet, hogy ez már a tél közelette okán jövőre fog tudni megvalósulni, de meg fog valósulni. Ugyanezt tudom mondani a koronázó térre, amit a
következő hölgy kérdezett, pénz rendelkezésre áll, az teljesen tönkrement a burkolat, különösen a mészkők, mindenképpen cserélni kell, viszont ez egy kiemelt műemlék, történelmi belvárosban vagyunk, nemzeti emlékhely mellett, itt értelemszerűen tehát kiemelt engedélyeztetés és szigorú engedélyeztetés van, szerintem ebben a szituációban ez érthető, de ez megy előre, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, és egy nagyon szép minőségi kő burkolat kerül majd oda, és a teljes egészében az emlékhely melletti terület meg fog újulni. Hát én szeretném minél hamarabb, legkésőbb jövőre ez a munka elvégzése kerül, addig viszont mindenkit arra kérek, hogy óvatosan közlekedjen, ott táblával is jelezzük, de hát bizony nem könnyű észrevenni a burkolat rossz részeit mondjuk az esti órákba, de ahogy tudjuk ezt cserélni fogjuk, szeretném megnyugtatni a hölgyet, hogy még egyszer a pénzügyi költségvetési fedezet ehhez rendelkezésre áll. Ugye a hajléktalanokkal kapcsolatban hangzott el egy kérdés, hogy itt nyilván egy társadalmi problémáról, nehézségről van szó, ugye nagyon érdekes, mert az utolsó kérdező pedig pont azt kérte, és várja el az önkormányzattól, hogy figyeljünk oda a szegényekre, és igyekezzünk őket segíteni. Mi az, amit mindenképpen rögzíthetünk? Azt, hogy egy teljes és nagyon-nagyon jó szakmai minőségben dolgozó szociális ellátórendszer működik a városunkban. A hajléktalan szállón is van hely, ez így lesz a téli időszakban is, ahol ellátást kapnak a hajléktalanok, fürdési lehetőséget kapnak, ha kell, akkor ruhában és egyéb módon is tudunk nekik segíteni, és ami nagyon fontos, munkahelyet is tudjuk őket segíteni. Tehát tudunk nekik támogatást nyújtani ahhoz, hogy ebből a nehéz élethelyzetből ki tudjanak valamilyen módon törni. Ugye akikkel kapcsolatban általában a problémát jelezni szokták a városban, azok akik olyan nem személyek, hajlandóak bemenni. Vagy nem hajlandóak bemenni, vagy nem tudnak a házirendnek megfelelő állapotban belépni, már pedig ugye akkor nem léphetnek be. De az ő ellátásukra is tervezünk egy szolgáltatás bővítést, egy úgynevezett alacsony küszöbű szolgáltatást. Bízom benne, hogy a jövő évben ezt is meg fogjuk tudni valósítani. Azt is szeretném hangsúlyozni az utolsó kérdező vonatkozásában, hogy azért hála Istennek szerencsére a székesfehérvári jövedelmi viszonyok azok a magyar átlag fölött vannak bőven, és a szociális ellátó rendszert is kevesebben veszik igénybe, mint máshol. Munkanélküliség gyakorlatilag nincsen. De ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nincs szegény ember a városban, de az ő ellátásuk tekintetében is van egy működő intézményrendszerünk, például mondjuk az Alba Bástya intézetre gondolhatok, ahol kiváló felkészült szakemberek vannak, és ott is nagyon sokféle módon tudunk szociális támogatás segítséget nyújtani, ugyanúgy, mint ahogy az önkormányzatnál. Tehát vannak ilyen ellátások, ezeket igénybe lehet venni. Ilyenkor azt kérem, tehát, hogy valaki ilyen családdal találkozik, ilyen emberrel, akkor nyugodtan jelezze nekik, hogy keressen meg bennünket, és nagyon szívesen nyújtunk segítséget és támogatást. És általában is köszönöm, a több kérdező esetében egyértelműen megnyilvánult az, hogy egymásra egy kicsit odafigyelni. Azt gondolom, az mindig fontos kérdés. Ez a mi közös városunk, fontos, hogy egymásnak baráti kezet tudjunk nyújtani, egymást egy kicsit támogatni, segíteni tudjuk. Ami izgalmas, a róka kérdése és a városgondnoksághoz kell fordulni? Lehet oda is, lehet az önkormányzathoz is. Egy nagyon-nagyon bonyolult ügy, hiszen egyébként tudunk róla, hiszen ez időről időre most már előfordul. Látszik, hogy ezek az állatok beszoknak a városokba, mernek a városba érkezni, és nyilván itt valamilyen táplálékot keresni. Ez nyilván azzal is összefügg, hogy sajnos sok esetben az elmúlt évtizedekben az ő természetes élőhelyük jelentős része beépítésre került, és ezért ők maguk is keresik a saját élőhelyüket. Úgyhogy minden esetben azt kérem, hogy jelezzék valakinek, városgondnokságnak, önkormányzatnak, és megnézzük, hogy mit tehetünk. Ugye a lakott területen belül azért elég szigorú szabályok vonatkoznak erre, hogy milyen lépések lehetségesek, de nyilván, ha tudunk róla, akkor tudunk lépni. És talán még egy mondatra hagyj reagáljak, mert hogy ott a végén elhangzott ez a szegényeket segítő támogató kérdezésnél az, hogy mert a kirakat, és ugye célzás volt a belvárosra, hogy higgyel mindenki, hogy nem ez alapján fejlesztünk és működtetünk várost. Nálunk minden egyes városrész fontos, a fejlesztések is így kerülnek megvalósításra, és az üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása is így történik. Hogyha már az állatoknál tartottunk, meg a jó híreknél, azért a vadközpontnak volt egy nagyon sikeres fecskementő akciója is az elmúlt hetekben. Igen, és itt is érdemes egy kicsit visszaugrani az időbe, ugye amikor a stadion felújítása szóba került, akkor mi azt kértük miniszterelnök úrtól, azt kértük a kormánytól,
hogy a környezetet, a városrészt tudjuk rehabilitálni, ne önmagában egy létesítményt újítsunk meg, hanem mentsük meg például a Sóstót, ez sikerült, és a Sóstó mellett pedig jöjjön létre egy olyan központ, ami állatok mentésével, gyógyításával foglalkozik. Ez a központ az elmúlt 3 évben nagyon jó minőségű szakmai és emberi munkát végzett, több mint 4000 állatot kezeltek, és ezen belül pedig most nyáron ugye volt egy pár nap krízis, amikor a hirtelen megjött hideg időjárás miatt a fecskék közvetlen veszélybe kerültek. Több mint 1800 fecskét vittek be ebbe a központba, és szerencsére mindegy 500-at sikerült is megmenteniük. Egy biztos, ha ez a központ nincs, akkor bizony ezt az 500-at sem lehetett volna megmenteni. Úgyhogy ezért magam a közösség számára, és az őket segítő önkéntesek és támogatók részére, őrájuk is gondolva, egy városi kitüntetést adtam át a hétvégén. Azt hiszem, hogy ez a központ és az ott dolgozók ezt megérdemlik. És ugye már jó híreknél tartunk, szerintem nagyon sok mindenkinek megdobbant a szíve az elmúlt napokban, amikor bejelentették, hogy a Moskovszki gyűjteményt sikerült megvásárolni Székesfehérvárnak, és most már a tulajdonába került ez a nagyon különleges, szerintem sokak szívét megdobogtató gyűjtemény. Amikor beszélünk a város vagyonáról, akkor általában épített örökségre, épületekre gondolunk, adott esetben azon belül eszközökre, pedig egy kulturális gyűjtemény az nagyon komoly vagyont tud jelenteni. Anyagi értelemben és eszmei értelemben egyaránt, és azt hiszem, hogy ezen belül is kiemelkedő maga a Moskovszki féle babagyűjtemény, játékgyűjteménynek a kérdésköre. Ugye Éva néni annak idején, aki ezt évtizedekig gyűjtötte össze, úgy rendelkezett, hogy szeretné, hogy letéten keresztül Fehérváron legyen kiállítva ez a gyűjtemény, ha és amennyiben a város tud ehhez méltó helyet biztosítani. Ugye tudott, hiszen a Himerház 2 emelete is befogadta ezt a gyűjteményt, szerintem nagyon-nagyon szép környezetet biztosítva, viszont ez a letét lejárt, az örökösöknek köszönhetően ugye sikerült hosszabbítani, de ők jelezték azt, hogy szeretnék ezt a gyűjteményt értékesíteni, és hogy ha Fehérvár ezt nem veszi meg, akkor máshova fogják ezt eladni. Szerencsére meg tudtunk állapodni, nyilván megfelelő értékbecslés alapján a város megvásárolta ezt a gyűjteményt. Kifizettük a gyűjtemény vételárát, úgyhogy immár Székesfehérvár közösségének tulajdona Éva néni gyűjteménye, akinek egyébként jövőre lesz születésének 100. évfordulója. Egy szép, ráemlékező eseménysorozatra is készülnek a Szent István Király Múzeum kollégái, és szerintem mindenki számára talán így még meghatóbb év lesz ez, hogy tudjuk, hogy immár a város közösségének tulajdona az ő általa összegyűjtött babagyűjtemény. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk a köztérben. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, természetesen műsorunkat visszatekinthetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján, és a beszélgetést a Vörösmarty Rádióban is meghallgathatják. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.